Sziasztok! Ebben a rövid videóban az Alberti basszus fogalmát járjuk körbe. Ehhez a 18. századi Itáliába kell visszamennünk, két város lesz fontos, Velence, illetve Róma. Előbbi azért, mert 1710 környékén itt született Domenico Alberti. A nagyon rövid életű zeneszerző, aki mindössze 36 éves volt, amikor elhunyt, Itáliában működött, mint zeneszerző, csembalista és énekes. Előbb Velencében, majd egy spanyolországi kitérőt követően Rómában állt szolgálatban. Fent maradt csembaló szonátái ezekhez az utolsó római évekhez köthetőek, amikor már a Molinári családnál szolgált. Ez a körülbelül 40 mű kéziratban maradt fent, vagy későbbi kiadványokban. A kor olasz divatját követve két tételes szonátákról van szó, amelyekben valóban gyakran hallunk Alberti basszust. De mi az az Alberti basszus? Általánosságban azt mondhatjuk, hogy olyan basszus kíséret, amelynek mozgása a következő. Fel, majd le, de a kezdő hangnál magasabbra, és vissza. Fontos további jellemző, hogy ez a négy hangos egység egymás után többször is elhangzik. Általában a bal kéz játsza az Alberti basszus, de természetesen amennyiben például a bal kézben van a téma, akkor lehet a jobb kézben is az Alberti basszus. Meg kell jegyezni, hogy a 18. században senki sem nevezte Alberti basszusnak a kíséretet, csupán később nevezték el róla, korábban hárfa basszusnak hívták a jelenséget. Nézzünk példákat a zeneirodalomból. Először hallgassunk bele Alberti Opus 1 numero 2-es F-dur szonátájának első tételébe. A barokkort követően a klasszikában használták előszeretettel az Alberti basszust. Mozart, Haydn és Beethoven billentyűs szonátái tele vannak vele. A legismertebb példa Mozart 545-ös Facile szonátájának kezdete, de most ennek a szonátának a második tételének az elejét hallgassuk meg. És végül harmadik példaként Beethoven Opus 31-es numero 3-as Es-dur szonátájának a melléktémájába hallgassunk bele. Az Alberti basszus elsősorban a barokk és klasszika korában volt használatos, azt követően inkább különlegességként jelent meg, mint például Bartók 1934-ben komponált 5. vonós négyesének fináléjában. Összefoglalásként. Az Alberti basszust eredetileg hárfa basszusnak hívták, de később Domenico Albertiről nevezték el. A jellegzetes basszus mozgást hangmagasságokat tekintve lent, fent, középen fent, és ennek a formulának egymást követő többszöri elhangzását nevezzük Alberti basszusnak. Ez a fajta kíséret elsősorban a barokk és klasszikus billentyűs művekre volt jellemző.